A pecsapucsa az egy formátum. A meetup az egy formátum. A restaurant is egy formátum. Vannak a világban olyan közösségi együttműködések, amelyek vannak a világban olyan közösségi együttműködések, amik arra alapulnak, hogy az emberek közösen valamilyen új értéket teremtenek kollaboráció mentén. És ezek az együttműködések, mint például egy Vita, Ristorandi, Júzik térkép, ezek tulajdonképpen nem monetáris motivációkon alapulnak, hanem azon alapulnak, hogy az emberek valamilyen új értéket hozzanak létre. A The Format Project kutatással mi azt próbáljuk vizsgálni, hogy milyen ilyen együttműködések vagy kulturális szoftverek, formátumok léteznek a világban, amik arra épülnek, hogy emberek együttműködnek azért, hogy valami értékeset hozzanak létre. A kutatásnak két ága van. Egyrészt vizsgáljuk azt, hogy mik léteznek már, másrészt pedig szeretnénk elérni azt, hogy egy olyan metodológiát hozzunk létre, ami által újabb és újabb ilyen formátumok, ilyen közösségi együttműködésre alapuló formátumok hozhatók létre. Az határozza meg a formátumokat, hogy standardizálható, tehát hogy van valamilyen szabályrendszere, amire épülni tud. Például egy pecsapucsa esetében van egy 20x20-as szabály, hogy másolhatóak, tehát hogy nem csak egy helyen léteznek, vagy nem csak egy kontextusban, hanem másolható akár az ország, vagy a föld bármelyik részére. Kollaboratívak, vagyis emberek együttműködésén alapul, non-monetárisak, vagyis nem azért vesznek részt benne az emberek, nem az motiválja őket, hogy pénzt keressenek vele, hanem az, hogy a kollaborációk mentén valamilyen új értéket teremtsenek. Nagyon fontos az, hogy ezek, amiket mi vizsgálunk, nem azért terjednek el a világban, mert az alapítók azt mondják, hogy ők terjeszkedni szeretnének, hanem egyszerűen azért, mert vannak mondjuk más emberek, más kis csoportok, akik azt mondják, hogy ez egy nagyon jó ötlet, és ezt mi is meg tudjuk csinálni. És például a pecsapucsa alapítója is azt mondta, hogy itt ők soha nem kértek meg senkit, hogy csináljanak pecsapucsát, hanem egyszerűen az emberek megtetszett, és elkezdték megszervezni. De ugyanígy például, hogyha a Júzik térképeket említem, ott is az nagyon érdekes, hogy fiatalok készítenek térképet más fiataloknak, akik ellátogatnak egy országba, és ez egy ilyen szubjektív térképnek is nevezhetnénk, ami bemutatja a különböző látnivalókat a fiatalok szemszögéből, a helyi fiatalok szemszögéből. Ott sem kértek meg senkit az alapítók, hogy akkor ebben és ebben az országban legyen ez a térkép, hanem különböző országok mondták azt, hogy ez minket is érdekel, és mi is megcsináljuk a saját térképünket. Az fontos, hogy ne a pénz motiválja, tehát hogy föl tudjuk fedezni azt a bizonyos formátumoknál, hogy milyen egyéb motivációk vannak, miért vesznek benne részt az emberek, és az is nagyon fontos, hogy nagyon sokszor ezek kritikusak egy már meglévő rendszerrel szemben, tehát például egy újabb formátumot behoznék, a Fortepán, akik azt mondják, hogy igenis legyenek nagyon jó minőségű régi fényképek elérhetők mindenki számára, és nem csak a bürokratikus rendszer legyen az, ahonnan nem lehet például jó minőségű képeket megszerezni. A kutatás jelenleg úgy áll, hogy van több esettanulmányunk. Az esettanulmányokban azokra a kérdésekre keressük a választ, hogy azok a formátumok, amiket vizsgálunk, hogy terjedtek el, hogy kezdődtek, mitől működnek. Megvizsgáljuk azt, hogy milyen szereplők vannak, és a bizonyos szereplőkhez milyen motivációk tartoznak. A bizonyos szereplőknek mitől lesz egyszerű a részvétel, mik a hozzájárulásai, és azt mondjuk, hogy amit az a motivációik, amik a hozzájárulásaik, amitől nekik egyszerű, és amilyen szabályok kapcsolódnak hozzájuk, az hozza létre tulajdonképpen a formátumot. Tehát ezek ilyen összetevők, és ezeknek az összetevőknek a mentén akár újabb és újabb formátumok is alakíthatók. Úgyhogy tulajdonképpen a kutatásunk célja egyrészt az, hogy feltérképezzük
a világban már meglévő formátumokat, másrészt pedig az, hogy mindenkit próbáljunk arra biztatni, és egy metodológiát adni az emberek kezébe, hogy új és új közösségi együttműködéseket hozzanak létre, amik nem pénzbeli motivációkon alapulnak, és valamilyen új értéket hoznak létre, valamit hozzátesznek a világhoz. Köszönöm szépen! És várom a kérdéseket, mert ez egy meetup formátum volt. Kérdés, hogy ezt már több éve készítjük, csináljuk, és hogy elérhető ez az interneten valamilyen formában. Valóban azt elfelejtettem mondani, hogy ez 2013-ban kezdődött ez a projekt, és már többen csatlakoztunk hozzá, és igazából az elmúlt fél évben indult meg egy sokkal-sokkal aktívabb munka, és az interneten jelenleg még nem sok fedezhető fel, tehát összesen 3 ilyen esettanulmányt találhattok meg. Azzal nem árulok el nagy titkot szerintem, hogy az a tervünk azért, hogy ezt nyilvánvalóan valamilyen formában elérhetővé tegyük az emberek számára. Biztos, hogy fönt lesznek valamilyen módon az interneten, és hiszen arról szólnak, hogy ezek nem. Tehát nem azért csináljuk mi sem, hogy pénzt keressünk vele, hanem nekünk is az a célunk, hogy ezeket az esettanulmányokat, amiből mi is tanultunk, ezeket terjeszteni tudjuk. Úgyhogy a kérdésre válasz az, hogy igen, valószínűleg majd fönt lesznek, de egy könyvkiadás is a tervben van, úgyhogy most az az elsődleges. Jó, ha nincs több kérdés, akkor köszönöm szépen, és egy sör mellett egyébként nagyon szívesen beszélek még bárkinek a projektről. Köszönjük szépen!